Folytatódik a heti Fitben munkatársaink életmódváltási programja. A bevásárlás során Fiers Gábor jól indult, a kosárba sok zöldség és gyümölcs került az ásványvíz mellé, azonban akadtak kritikus pontok, nézzük a szakértő véleményét. Túl jól indult egyébként pont az ő története, mert ott a zöldségosztályon is ott elől nagyon jól bevásároltunk, aminek nagyon örülünk. Nagyon fontos, megjelent még valami, amit nagyon szeretünk, a víz, a folyadék, ugye abból mindenki keveset fogyaszt. Aztán van itt, az is tetszik, hogy itt van csirke, pulyka, már nem csak egyfajta fehérje forrás van. És a rosszakról meg inkább nem mondok semmit, mert azért ott a majonéz, a sajtok, a csoki, a chips, és egy energiaital, aminek a nevét nem mondjuk ki, nem is beszélünk róla. Hát igen, ezek ugye a jól el lehet rontani ezt a szekciót, azzal nagyon jól lehet ellensúlyozni. Hiába tűnik úgy, hogy nem sokkal kisebb mennyiség, de szerintem több kalória van majdnem kétszeresen, mint ennek. A halakat mi nagyon szeretjük a diétánál, én is azt veszem észre, hogy az utolsó 4 hétben, hogyha beteszem a halakat, akkor az egy sokkal gyorsabb fogyás lesz, és jobban az emésztésem is jobban pörög, gyakorlatilag könnyebben érzem magam. Gábor ugye azt mondta, hogy nagyon szeretik az emberek a halakat vajban sütni. Ehelyett tudsz neki valami tippet mondani, hogy miben süss, hogyha nem vajban? Hát én kókuszzsíros vagyok, ennyi. Gyakorlatilag az, amivel ilyen sok mindent meg lehet oldani, de nagy többségében én egyébként nem a sütéshez használom az olajat, mert az tönkre teszi, ugye a túl nagy hőfok, gyakorlatilag pont azok az értékes részek, amik lennének benne, nem lesznek jók. Én ezt úgy naturban szoktam megsütni, és utána a salátámhoz hozzáteszem az olajat. Egészségesebb alapanyagok, és pár száz forinttól olcsóbban is jöttünk ki, mint a rosszabb termékeknél. Egyébként az is kérdés, hogy mondjuk ők az alapján, amit itt nézegettünk, hogy gondolják újra, vagy hogy megkérdezném őket, hogy a szokásaikat hogyan tudnák átalakítani, vagy mit vettek észre most, amire figyelni fognak a következő bevásárlásokkor. Gábor fog menni szerinted? Nekem az lesz a próbája az egésznek, hogy az, ami most ugye felkerült az asztalra, az mennyire tudja ízben pótolni, helyettesíteni, vagy akár egy az egyben ugyanazt hozni, mint ami kikerült a kosárból. Hát egy egyszerű, tömör válaszsal nem fogja. Mindig azt szoktam mondani, hogy ne várjuk ugyanazt, mert ez egy teljesen más történet. Inkább ez egy pici átszokást igényel. Én egyébként már jobban szeretem ezeket, mint mondjuk a klasszikus verziót. Volt egy folyamat, ami idő alatt átszoksz. Sosem fogja ugyanazt adni. Amikor valaki a régi nagyi palacsintája jó, lisztes, na és ezt megcsináljuk mondjuk egy alternatív verzióval, biztos, hogy nem lesz olyan. Biztos. No, hát szerintem majd érdemes lesz a fiúkat megnézni 2-3 hónap múlva. Azt hiszem, hogy az lesz majd az igazi mérföldkő. Igen, hát itt megint az lesz nehéz, hogy nem leszünk ott a konyhában, és nem leszünk ott a bevásárlásokon. Most itt voltunk, aztán, hogy majd ez a történet folytatódik, vagy itt nemes egyszerűséggel véget ért, ez az ő lelkiismeretükön és a hozzáállásokon. Dokumentálom fotókkal majd is. Jó, legjobb. A bizonyítékkel, nem az ígéret.